Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, fő témáink néhány mondatban. Megkötözték és fenyegették, apa és fia együtt bántalmazták a Tamásiban élő nőt. Akadozó jelzőrendszer, nem mindenki szól, ha bajt lát. Szexádi gázrobbanás, hamarosan visszaköltözhetnek a lakók. Galuska készült a káposztából, hagyományos székelydisznóvágást tartottak Bátaszéken. A saját fiával közösen fenyegette rendszeresen, életveszélyesen a feleségét egy férfi Tamásiban. A nő korábban megcsalta őt, ezért kezdte el üldözni az asszonyt a férje és a fia. Volt, hogy megkötözték és fenyegették, egy másik alkalommal pedig egy patakhoz vitte a férfi, majd azt mondta neki, ott a vízben fogja előbb-utóbb végezni. Alaposan elrejtett törölköző, benne pedig távcsöves hangtompítós vadászpuska. A férfitől foglalták le a rendőrök, miután intézkedni kezdtek ellene. A 44 éves Tamásiban élő férfi hónapokon keresztül gyötörte a saját feleségét. Az asszony korábban megcsalta őt, a dolog kiderült, a férj ekkor kezdte életveszélyesen fenyegetni a szeretőt és a feleségét is. A munkatársaim a férfit előállították a Tamási rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki több bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfinak így személyi szabadság korlátozása, zaklatás, kapcsolati erőszak, lőfegyverrel visszaélés, valamint kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kell. Utóbbiért azért, mert a saját 17 éves fiát is rávette, hogy együtt sanyargassák a fiú anyját, a férfi feleségét. A gyanúsítás során kiderült az is, hogy a férfi feleségét 17 éves fiának segítségével február 17-én az esti órákban megkötözte, azért, hogy a nőben riadalmat és félelmet keltsen. Emiatt a férfi mellett a 17 éves fiát is gyanúsítottként hallgatták ki kollégáim. A férfit azóta már letartóztatták, a fia viszont továbbra is egyháztartásban él a feleségével, akit korábban a 17 éves gyerek is rendszeresen fenyegetett. Elaludt a volánnál egy 22 éves sofőr Dunaföldvár mellett, majd az árokba hajtott, az autó pedig felborult. A kocsiban öten utaztak, közülük négyen megsérültek. Egy másik balesetben pedig, szintén Dunaföldváron, villanyoszlopnak hajtott egy sofőr. Ott ketten könnyebben sérültek meg. A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr ittas volt és nem is volt bekötve. Ezeken az eseteken kívül még 9 kisebb balesetnél intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megye útjain. Bár jól működik a jelzőrendszer Bonyhádon, együttműködnek a különböző hatóságok, oktatási intézmények a gyermekjóléti központtal, és jelzik, ha bántalmazás vagy éppen elhanyagolás jeleit látják egy-egy gyereken, de a házi orvosok és az óvónők még mindig nem vesznek részt aktívan ebben a folyamatban a szakemberek szerint. Azt mondják, ennek az lehet az oka, hogy félnek a következményektől. Csökkent a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények száma a Bonyhádi rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben, míg a hatóságnak 2018-ban 105, addig tavaly 23 esetben kellett intézkednie és 2 alkalommal kellett ideiglenes távoltartást elrendelnie. Továbbra is jellemző, hogy a hozzátartozók közötti erőszak ugyanazoknál a családoknál, ugyanazokban a kapcsolatokban fordul elő, ahol a korábbi években is rendszeresen rendőri intézkedésre került sor. A rendőrség minden esetet jelzett a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központnak, mint ahogy a településen működő iskolák is folyamatosan jelzik a szakembereknek, hogy nő az igazolt és az igazolatlan hiányzások száma, és emiatt néhány gyereknek évet is kellett ismételnie. Szabó Bélánél Széchenyi István általános iskola intézményvezető helyettese elmondta, ezek a gyerekek nem azért buknak meg, mert nem jók a képességeik, hanem azért, mert sokat hiányoznak, ami a család felelőssége.
Solymosi Anita, a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője elmondta, bár jó Bonyhádon a jelzőrendszer, együtt működnek velük az iskolák, a védőnői szolgálat, a rendőrség, ám az óvodákból és a gyerekorvosi rendelőkből szinte semmilyen információ nem érkezik hozzájuk a problémásabb gyerekekről, családokról, pedig ők látják elsőként az elhanyagolás vagy éppen a bántalmazás jeleit. Solymosi Anita szerint ennek oka a vezetőktől vagy éppen a szülőktől való félelem lehet. Ami még problémásabb terület a jelzőrendszer részéről, azok az egészségügyi szolgáltatók, és itt most nem a védőnőre gondolok, mert a védőnők maximálisan teszik a kötelességüket, és maximálisan jeleznek felénk. Itt inkább a házi orvosi rendszer az, ami kicsit gyengébben működik, én azt gondolom a jelzések tekintetében. A Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz egyébként 2018-ban 129, 2019-ben 84 jelzés érkezett. Ezek közül a legtöbb, mint egy 33 jelzés az iskolákból érkezett, igazolt vagy éppen igazolatlan hiányzás miatt. Néhány hét múlva visszaköltözhet a lakók egy része abba a társasházba, ahol gázrobbanás történt tavaly október elején Szekszárdon. Az épületet sikerült megmenteni, a statikai helyreállítás eddig 50 millió forintba került. Ezek a felvételek tavaly októberben készültek abban a szekszárdi lakóházban, ahol gázrobbanás történt. A robbanás hatalmas kárt okozott az épületben, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem halt meg senki a katasztrófa következtében. 20 lakás vált lakhatatlanná, 5-en megsérültek, és 80 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az azóta eltelt 4 hónapban sikerült helyreállítani a károkat, többek között betúcolták a fülfalakat és visszaépítették a vasbetonfalakat, egészen egyedi műszaki megoldásokat alkalmazva. A munka során 400 köbméter törmelék halmozódott fel, 12 tonna acélt használtak fel a fülfalak megtámasztásához, és több mint 50 köbméter betont építettek be. Kocsmár István, a helyreállítást végző Aliszkabau építőipari ZRT vezérigazgatója azt mondja, a múlt héten fejezték be a munkát, innentől kezdve a lakók egyénileg újítják fel ingatlanukat, amiben hamarosan visszaköltözhetnek. A kár mértékétől függ, hogy mikor. A kevésbé sérült lakásokban a közüzemi szolgáltatók helyreállítás után, én azt gondolom, hogy ez akár a jövő hét, ahol most állunk, én azt gondolom, hogy ez hónapok kérdése, a többi lakásban meg a két időintervallum között. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere méltatta a mérnöki megoldásokat, amikkel sikerült biztonságossá tenni a robbanással sújtott épületet, és példaértékűnek nevezte a szekszárdiak összefogását, amit az érintettek megsegítéséért tettek. Az önkormányzati lakásokat is többen igénybe vették, mondta Ács Rezső. Városhatalom nyújtott lakásokat 30 fő vette körülbelül igénybe, és éppen még a múlt héten is volt egy újabb beköltöző család, akik eddig rokonoknál aludtak, és rokonoknál szálltak meg. Most volt szükségük arra, hogy már nem akartak mások terhülni, és akkor egy önkormányzati lakást vettek igénybe. Természetesen, ahogy elmondtuk a legelején, ezek a lakások rendelkezésre állnak, rendelkezésre is fognak állni, és mindenig fogjuk biztosítani, amíg a lakók ezt igénylik. Értékelték a tavalyi évet Tolna megye polgárőrei Dunaföldváron. Túrós András, az Országos Polgárőrszövetség elnöke ékszerdoboznak nevezte a Tolna megyei polgárőrséget, ahol 1820 önkéntes végez szolgálatot. Ugyanakkor az elnök szerint fiatalításra és az adminisztrációs terhek csökkentésére van szükség a szervezetnél a jövőben. 2020-ra eljutottunk oda, hogy van egy polgárőrségről szóló törvény. Létszám és eszközállománya is jelentősen megnőtt, valamint a kormány is támogatja a szervezetet. Mindez a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége megyei közgyűlésén hangzott el Dunaföldváron a Városházán. A rendezvényen dr. Túrós András országos elnök ékszerdoboznak nevezte Tolna megyét, ahol 1820 önkéntes szolgál. 63 ezer polgárőr van Magyarországon, 2 ezer polgárőr egyesületben, és erre én személy szerint is büszke vagyok, hogy így sikerült megőrizni a polgárőrségnek a létszámát. A jövőben fiatalításra van szükség a szervezetnél, ezért ifjú polgárőr mozgalmat indítottak, melynek keretében jelenleg 2000 fiatal tevékenykedik.
Az atomerőmű építés miatt Paksra összpontosul a munkájuk a következő években. Létszám és eszközállományban, valamint anyagilag is feltőkésítették a paksi rendőrkapitánysághoz tartozó 15 helyi polgárőr szervezetet. Itt most már kiemelt projekt lesz az atomerőmű, és ezzel kapcsolatos plusz létszám növekedés a megyében. Azt gondolom, hogy a polgárőrség segítve a rendőrség munkáját, elsődlegesen stratégiai partnerként az önkormányzatokat. Azt gondolom, hogy mindent megtettünk, és 2020-ba is mindent meg fogunk tenni azért, hogy egy élhető megye legyen. A közgyűlésen együttműködési megállapodást írt alá három megye, Baranya, Somogy és Tolna. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságával. A közgyűlés végén elismeréseket adtak át a megyek kiválóságainak. Székely disznóvágást tartottak Bátaszéken. A Székely baráti körnél ez már lassan 3 évtizedes hagyomány. Főként hagyományos ételek készültek, mint például galuska, vagyis Székely töltött káposzta. A csontos részekhez főrész, a húsosabbakhoz éles kés kellett a disznó szétszedéséhez. Bátaszéken már évtizedek óta hagyomány, hogy a helyi székely közösség tagjai a farsangi időszak végén még húshagyó keddelőt együtt vágnak disznót. Igazából disznóvágásunkat minden esetben a hamvazó szerda előtti hétvégén végezzük. Azért, mert kedd este, tehát hamvazó szerda előtti estén, akkor a húshagyó bálunkat megtartjuk, és azon az estén a friss disznóvágásos termékeket szolgáljuk fel. Amekkora volt, akkora galuskát csináltak benne. Természetesen a székely töltött káposzta, a galuska sem hiányozhatott a disznóvágásról. Néhány eredeti székely hagyományt, például a disznó szalmán való pörkölését már nem tartják a bátaszékiek, az eredeti erdélyi ételeikhez viszont ragaszkodnak. Most ahhoz, hogy hús kell, rizs, valamikor a székelyek nem sok paprikát tettek bele, hát nem is volt igazán örölt paprika valamikor a székelyeknek. Borsot tettek, sót tettek bele, ezzel ízesítették. A közel 30 éves múltra visszatekintő székely disznóvágás kiváló közösségi rendezvény is egyben, ami összehozza a település lakóit, ezt mondja Bátaszék polgármestere. Korábban egy akkor fiatalnak számító korosztály indította el ezt a kezdeményezést. Most már ők egy kissé deresedett hajjal, de még mindig itt vannak ezen a rendezvényen, és nagyon sok fiatal kapcsolódik be. Azt gondolom, hogy ez továbbra is egy nagyon színvonalas rendezvénye lesz a Székely baráti körnek. A székely disznóvágáson készült ételeket kedden a húshagyati bálon fogyasztják majd el. Megnyerte a női futszál magyar kupát az Agenta Girls Szexárd csapata. A Tolna megyei együttes a kiírás szerint a legjobb Kiskunfélegyházát győzte le 4-3-ra. A szexárdiaknál Kis Gabriella 3 gólt szerzett, Megyeri Boglárka pedig 6 másodperccel a találkozó vége előtt lőtte a győztes találatot. Regionális jégkorongtornát rendeztek szombaton Szekszárdon. Az U10-es korosztálynak kiírt versenyen a hazai szekszárdi jégmadarak 2 csapattal is szerepeltek. Mennyire megy a korcsolyázás, az irányváltozás közbeni passzolás, támadás után pedig nem felejtenek-e el visszavédekezni a lurkok, fel tudják-e emelni már a korongot a csatárok kapura lövésnél. Ilyen és ehhez hasonlatos technikai elemeket figyeltek az edzők, no is persze a nézőként jelenlévő szülők a legkisebb korosztály regionális jégkorongtornáján Szekszárdon. A házigazda szekszárdiak mellett Pécsről és Bajáról érkezett még csapat. Köszönhetően annak, hogy a házigazda szekszárdiak 2 csapatot is fel tudnak vonultatni az újonc és a kezdő korosztályban, U8-tól az U10-ig bezárulag, ezen a szombaton is 2 szekszárdi csapat szerepelt. Így amikor egymás ellen játszottak, szükség volt még egy edzőre, nevezetesen Kakas Krisztián vezetőedzőre, beúróként. Az U10-es korosztályt és a fiatalabbakat a szekszárdi jégmadaraknál továbbra is Gergely Tibor viszi. Hál' Istennek fejlődik az egyesület, és egy picit jó irányba kezdtünk indulni, és jönnek az új gyerekek, és úgy azt látom, hogy egyre kevesebb a lemorzsolódás. Így egyre több gyerek lép föl az U12-es korosztályba, és onnét is sokaknak jó esélye van arra, hogy abba a csapatba bekerüljenek, amely már a serdülő korosztály előiskolájaként az országos kiemelt bajnokságban szerepel. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből.
Megújult a Siófoki Kórház újszülött osztálya, 60 milliós fejlesztés biztosít modernebb körülményeket. 2021-től betiltják a műanyag zacskókat, Pécsen már vásárolhatunk csomagolásmentes boltban. Környezetkárosítás Zamárdiban, több tucatnyi fatövébe locsolhattak gázolaja. Felújították a Siófoki Kórház újszülött osztályát, a közel 60 millió forintos beruházás részeként kialakítottak egy családbarát teret, valamint egy látogató és őrző szobát. Utóbbiban azok az édesanyák lehetnek együtt újszülött gyermekükkel, akik császármetszéssel hozták világra a kicsit. Emellett az osztály új inkubátorokkal is gazdagodott. Alig fél év alatt készült el a Siófoki Kórház újszülött osztályának felújítása. A Családbarát Szülészet országos pályázatán a kórház több mint 60 millió forintot nyert eszközbeszerzésre és családbarát szobák kialakítására. Elsőrendű kérdés volt számunkra, hogy olyan körülményeket teremtsünk és hozzunk létre, ami családias, barátságos és biztonságot nyújt. Nagyon fontos volt számunkra, hogy létrehozzunk olyan családi szobát, ahol a szülés első pillanatától már együtt lehet a család, tehát az apuka is itt lehet 24 órában, és együtt élhetik meg az első órák, napok boldogságát és nehézségét, de ez egy család összetartó mozzanata ennek az egész folyamatnak. Ezen felül látogató és őrzőszobával is gyarapodott az osztály, ahol a császármetszésen átesett anyukák is az első pillanattól együtt lehetnek újszülöttjükkel. Ezzel a fejlesztéssel együtt már csaknem 5 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre a Balatonparti Város Kórházában. A kormány tovább folytatja a családbarát politikát és a kórházak családbarát fejlesztését is. Ez mind jelenti az infrastruktúrális hátteret, egy kulturáltabb feltételrendszert, jelenti a szakemberek szemléletváltását is, akik segítik az édesanya testi-lelki felkészülését az optimális szülésre. Ebben a nagyon fontos fejlesztésben, ami a több mint 50 éves jubileumát ünneplő Siófoki Kórházban megvalósult, egyszerre sikerül a szülésre történő felkészülést, a szülés családbarátabb körülményeit és a szülést követő időszak napjait fejleszteni oly módon, hogy egy jelentős infrastruktúra fejlesztés és ehhez kapcsolódó szemléletformálás valósul meg. A Siófoki Kórház megújult osztálya a jövő hét elejétől várja majd az újszülötteket és családjukat egyaránt. 2021-től teljesen betiltják az egyszerhasználatos műanyag zacskókat Magyarországon. A kormány korábbi intézkedései során díjat vetett ki az ilyen termékekre, jövőre azonban már egy üzletben sem találkozhatunk ezekkel. Pécsett már van lehetőség csomagolásmentes vásárlásra. Az egyik ilyen kertvárosi bolt tulajdonosa azt mondta, céljuk, hogy kiiktassák a vásárlók életéből az olyan eldobható termékeket, mint például a nylon zacskó. Ezzel lehetne a legkönnyebben helyettesíteni a műanyag csomagolást, mondja a pécsi férfi. Erre hamarosan szükség is lehet, hiszen a kormány 2021-től betiltja az egyszerhasználatos nylon zacskókat. Megkérdeztük a pécsieket, mit gondolnak az intézkedésről. Itt, ami van hulladék, tessék nézni, akárhova néz, mindenütt szemét van. Ez csak egészségtelen, szennyezi a környezetet, betegségeket okoz. Hát aztán, hogy különben nem tudom, mi lesz helyette. Fogalmam sincs. Vagy valami drágább dolog, vagy valami. Hát nem tudom, majd miben rakják bele, lehet, hogy ez a vásárlók kárára megy. De hát én mondom, én úgy hallottam, hogy egészségileg nem jóna ez a műanyag. Pécsett már van lehetőség műanyag, illetve csomagolásmentes vásárlásra a város több pontján is. Ebben a kertvárosi üzletben például kézműves termékek közül is válogathatnak az érdeklődők. Naponta átlagosan 30-an térnek be a boltba, azonban még az állandó vevők körében is előfordulnak olyanok, akik bármiféle doboz vagy tároló nélkül érkeznek. A tulajdonos azt mondja, céljuk, hogy az egyszerhasználatos termékeket teljesen kiiktassák életükből a vásárlók. Mindig azt szorgalmazzuk az új vevőknek, hogy hozzanak maguktól otthonról vagy egy vászon zsákot, vagy valami üveget, vagy hozhatják otthonról tupperváréjéköt is. Az a lényeg, olyan dolgot hozzanak, hogy többször használhassuk.
Tavaly már elindult a nálonzacskók betiltásának folyamata, akkor a termékdíjtörvény módosításával nőtt a szatyrok ára. A kormány egyébként 2012 óta vezetett be termékdíjat a műanyag eszközök vásárlásakor. Az akkori fejenkénti 160-170 darab helyett mára csak 80 darab zacskót használunk évente a statisztikák szerint. Több tucat fatövébe locsoltak gázolajat Zamárdiban. Az úgynevezett újszülöttek ligetében már nem ez az első eset, hogy tönkretették a talajt és az itt található növényeket. Csákovics Gyula polgármester azt mondta, szakértővel is bevizsgáltatták a 400 négyzetméteres területet. A talajmintákból a kőolaj származékok megengedett határértékének 34-szeresét mutatták ki. A siófoki rendőrkapitányság környezetkárosítás miatt indított eljárást az ügyben. A kiszáradt fatörzsek lettek gyanúsak Zamárdi polgármesterének. Csákovics Gyula azt mondja, 5 évvel ezelőtt volt már ilyen a településen. Akkor teljes talajcserét hajtottunk végre, és újraültettük, pótoltuk ezeket a facsemetéket, és most néhány hónappal ezelőtt ismét arra lettünk figyelmesek, hogy sorvadnak ezek a fák, tehát nem fejlődnek. Szakértőt kértünk föl, megvizsgálta a környezetnek a talaját, illetve talajmintákat vett, és megállapította, hogy a megengedett határérték 34-szerese a kőolaj származék szennyeződés. Ez semmiképpen nem kerülhetett oda magától, tehát szándékosságról van szó. Több tucat fatövébe locsolhattak gázolajat ismét Zamárdiban. Az úgynevezett újszülöttek ligetében már nem ez az első eset, hogy tönkretették a talajt és az itt található növényeket. 5 évvel ezelőtt tulajdonképpen nem derült ki, hogy ki okozta ezt, véletőleg egyébként ugyanaz a személy, vagy ugyanazok a személyek, és most éppen ezért be is fogjuk kamerázni ezt a területet. Csákovics Gyula polgármester azt mondja, szakértővel is bevizsgáltatták a 400 négyzetméteres területet. A szakember a talajmintákból a kőolaj származékok megengedett határértékének 34-szeresét mutatta ki. Több tucat fa van, ezek vegyes fák, mindegyik lombhullató, és ugye van köztük nyírfa, fűzfa, amelyek ott a Balatonparton jól érzik magukat. Azért is veszélyes, mert közel van a Balatonhoz, tehát körülbelül 80 méterre van a tómedertől, és nagyon nem szeretnénk, hogy ez a szennyeződés mondjuk a tóba kerüljön. A polgármester feljelentést tett, az ügyben a siófoki rendőrkapitányság környezetkárosítás miatt indított eljárást. Skóciából érkeztek karatésok a Balatonhoz. A Szigetország sportolói Körösi Jánostól sajátíthatnak el egy-egy ütést és rúgást. A mester maga is Skóciában él, időnként azonban hazalátogat a Balatonhoz. Ezúttal 4 napos edzőtábort tart a nemzetközi esség jegyében. Csináljunk 2 sort! Kezdődik az edzés az Asbóth Sándor iskola tornacsarnokában. Február 19-től 23-ig a skóciai vendégek is részt vesznek a napi programokon. Körösi János 2005 óta űzi ezt a sportot Skóciában. Csőztott Norbertet, a Budokarate of Hungary alapítóját már a 90-es évek óta ismeri, így jó kapcsolat alakult ki a két csapat között. Tavaly novemberében volt egy edzőtábor kint Skóciában, ahol 27 magyar vett részt, nem mindenki edzett, ugye látogatók is voltak, stb. És elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült mind a két oldalról, tehát a skótok oldaláról és a magyarok oldaláról is. A most Keszthelyre látogató skóciai klubtagok között van olyan, aki először érkezett Magyarországra. Például Körösi János asszisztense. Nagyon kitüntetve érzem magam, hogy itt lehetek Magyarországon. Nagyszerű dolog volt, hogy a magyarok eljöttek Skóciába. A mi klubunk 3 éve alakult, és ez egy nagyszerű dolog, hogy kapcsolatot tudunk tartani egy ilyen nagy szövetséggel. Megvan az utánpótlás is, mivel nem csak felnőttek, hanem gyerekek is szép számmal vannak. Ők már versenyeken is részt vettek. Az önvédelem és a karate szellemi értékei azok, amik az Egyesület célkitűzései között szerepelnek. Az Egyesület technikai vezetője, Sihán Csősztót Norbert nagyon
jól vezeti az edzéseket, és emellett pedig építi azokat a nemzetközi kapcsolatokat, amelynek során különböző edzőtáborok vannak most már nem csak országszerte, hanem akár európai viszonylatban is. A Buda Karate of Hungary Egyesület minden nap váltakozva tart tradicionális shotokán, valamint jiu-jitsu edzéseket. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Megkötözték és fenyegették, apa és fia együtt bántalmazták a Tamásiban élő nőt. Akadozó jelzőrendszer, nem mindenki szól, ha bajt lát. Szekszárdi gázrobbanás, hamarosan visszaköltözhetnek a lakók. Galuska készült a káposztából, hagyományos székelydisznóvágást tartottak Bátaszéken. Kedden alapvetően napos idő lesz, majd a napközben egyre több felhő érkezik a térség fölé, mérsékelt délnyugati szél fúj majd, estétől elvétve jelentéktelen záporeső is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb, kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!